Mókás plüss figurák, mesekönyvek, játékbabák. Nagy a választék a kosarakban, dobozokban, polcokon. Játszósarkot rendeztek be a polgármesteri hivatal harmadik emeletén. Sok család érkezik ide hétről hétre Ceglédi Csaba fogadóórájára, hogy szociális és lakásügyekben kérjen segítséget, többen gyerekekkel együtt jönnek. A kicsik játék közben könnyebben viselik a várakozás perceit. Mindez Őri Tóbi Csilla ügyintéző ötlete volt, a kezdeményezésben sokan mások is részt vettek, igazi összefogással valósult meg a játszósarok. A bútorvásárlásban a polgármesteri hivatal segédkezett. A lelkes kolléganőm felvállalta ezt a feladatot, és megkereste a hivatal dolgozóit, akik felajánlásokat tettek, és gyakorlatilag ezekből a felajánlásokból került kialakításra ez a játszósarok. Néhány héttel ezelőtt tudták birtokba venni a kisgyermekek, akik ezt nagy örömmel tették. Volt, aki puzzle-t, ceruzát, más színes játszószőnyeget hozott. A folyosót kicsit át kellett rendezni, de ezt senki sem bánta. A dolgozók minden reggel letisztítják a bútorokat, játékokat. Törekedtünk arra, hogy ezek könnyen tisztán tartható játékok legyenek, és ne legyenek veszélyesek. Könyvektől, építőkockáig, plüss játékoktól elkezdve, a ceruzáig, rajzeszközökig, nagyon sok mindent. És folyamatosan érkeznek is ezek a felajánlások. A gyerekeknek tetszenek a játékok, néhányuk nehezen is vesz tőlük búcsút, amikor haza kell menni. A dolgozók nem zárkóznak el azelől sem, hogy a kicsik hazavigyenek ezt-azt, csak arra kérik a családokat, ha tudnak, hozzanak helyette valami más, megunt, jó állapotú játékot otthonról.